Írgél a lábhatáron, tudtam, hogy álmom végül teljesül. Egy villanás, ó Istenem, a kabát eltűnt hirtelen, s ott maradt egy szürke rony, és él magányosan. Most vissza hát a kezdetekhez. Gizi, ahogy barátai, ismerősei szólítják, izgatottan várta udvarában a vendégeket. Régóta készül ennek a projektnek a megvalósítására, nagyon sok munkát és energiát fektetett bele. Többek közt Bakó László munkája is megtalálhatóak már kertjében. Bakó László igazából kőfaragó volt, tehát annak indult, aztán a szobrászat felé természetesen elment. Hát egy nagyon aranyos ember volt, nekem jó barátom volt, egy kis mackó, sajnos nagyon korán el kellett mennie, és itt a megnyitó beszédben is Sasi szövegében elhangzott, hogy több végén égette a gyertyát, de én úgy gondolom, hogy nagyon tehetséges alkotóművész volt, és ott voltak méltatlan körülmények között ezek a szobrok, és évek, még Laci életébe tervezgettük a szoborpark ötletét, akkor Várdombon a házuknál lett volna, de hát el kellett mennie, és hát én úgy gondoltam, hogy méltóbb helyet érdemelnek, és ezért vásároltam meg a szobrokat. Most ennek a szoborparknak van egy olyan része, ami itt a kertbe állandóan ki lesz állítva, a megfelelő talapzatokra letett alkotások, és a mostani alkalomra én úgy gondoltam, hogy a gyűjteményemből ezeknek az embereknek, akik eljöttek és megtiszteltek engem, más alkotókat is szeretnék megmutatni. Egy részük itt a kertbe lett elhelyezve, másrészt meg a folyosón csináltunk egy kiállítást, illetve itt-ott-amott, úgy eldugva, nem nagyon eldugva, hogy azért megtalálható legyen, nagyon sok művész munkája megvan. Én direkt nem feliratoztam, én úgy gondoltam, hogy az alkotás hason a látogatóra. Hát elég nehéz volt, mert hát egyrészt ugye a kő az nehéz, és aki ide szállította, az is megijedtek, amikor ideértünk, hogy itt nem lehet bejönni autóval, mert előtte évben hoztuk rendbe a kertet, tehát itt úgy kellett kézi erővel behordani a köveket. Hát volt szentségelés, de megoldottuk. És hát ugye nagyon rossz állapotban voltak a szobrok, meg szobordarabok. Tehát nagy munka volt az, hogy összehozni, hogy ez most így nézzen ki. Hát én azt gondolom, hogy talán szép. Kőfaragó barátom Morvai György, ő restaurálta is a dolgokat, meg csiszoltunk, meg hát minden ilyesmit csináltunk. Tisztítottuk, magas nyomásúval lemostuk a szobrokat, mert volt olyan, amit félig földbe eltemetve találtunk meg, és hát rendbe kellett tenni. Tehát nagyon sok, most tavaly nyár óta dolgozunk rajta tulajdonképpen, tehát egy évbe tellett, amíg eljutottunk ide. Ez a mi otthonunk. Viszont ha egy csapat, vagy akár magánszemély is bejelentkezik, hogy szeretné megnézni, akkor ugyanúgy, ahogy 21 éve a gyűjteményemet megnézheti, úgy a szoborparkot is. De azt ugye az otthonomban nem nyitom ki a kaput, hogy bárki bejöhessen. Tehát én úgy gondolom, hogy itt érték van, de aki értékeli ezt, annak én nagyon szívesen megmutatom. Bakó Mária Lujza, Bakó László húga elérzékenyülve csodálta az elkészült szoborparkot, és emlékezett vissza testvérére. Nagyon köszönjük a Gizellának, hogy ezt megvalósította. Nagyon meghatódtam tőle, és igazán örülök, hogy a testvéremnek néhány szobrát itt láthatom újra, szép környezetbe.
és köszönöm a lehetőséget. Mi nagyon jó testvérek voltunk. Amikor egyikünk vagy másikunk bajba került, akkor mi mindig ott álltunk a másiknak a pártján, meg ott álltunk mellette. Ő olyan szempontból egy érdekes egyéniség volt, hogy a külvilágnak a dolgaira talán nem reagált olyan intenzíven, mint az emberek többsége. Neki volt egy külön világa, ez az ő művészetében is megtestesül, a szobraiba is. A felesége az mindvégig mellett áll, támogatta őt ebbe. Sokszor a családi élet rovására is ment talán, de a fia is, lánya is, azt hiszem, hogy mind ketten büszkék az ő apjukra. És hát én meg nagyon örülök neki, hogy így megmaradt a testvéremnek néhány szobra. És köszönöm szépen. A megnyitón Rubányi Anita gyönyörű szavalása sem maradhatott el, aki egy verscsokorral tette színesebbé a délutánt. Minden évben egy-egy fátyol hullott le rólam, mégis csupa a fátyol a lelkem, s búsan hátrálnak az évek. Ki fog meg engem, mint a hal kisiklom? Proteuszként változom, és elomlok, mint síma hab. Ó, változom, s elomlok, míg élek, s minden maroppól kisiklom.